Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, november 23-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban egy beszélgetéssel kezdünk, vendégem Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke. Ezt követően ellátogatunk egy színházi előadásra, illetve a Pál István Fesztiválra, végül pedig egy beszámoló következik egy képzőművészeti kiállításról. Tartsanak velünk! Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem önöknek, vendégem Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke. Tisztelettel köszöntelek. Én is köszöntöm önöket. Ez egy különleges nap, hiszen ma ünnepled a 75. születésnapodat. Gratulálok mindannyiunk nevében. Köszönöm szépen. És hogy mennyire figyelnek erre, egy P. Maklári verset olvastunk, hiszen tele van velük az internet most már, a gratulációkkal is. Bobori Zoltán 75. születésnapjára. Bobori Zoli 75, ez nem vicc, nem is tréfa, táblára írnám, mint ünnepet, de se tábla, se kréta. Így csak marad a szóbeszéd, hogy állítólag 75, ezt fecsegi a Visztula, a Don, a világhálón is ez pörög. Négy unokája ezt dalolja, nagyapa már 75, de velünk ugrál a Balatonban, majd akkor is, ha felnövünk. Ha unatkozik, tollat ránt, s ír rövid, hosszú verseket, s ha egy csontvász közeledik, alagon rúgja és jót nevet. No, nevessünk mi is, és köszönjük Évának. Én is ezt köszönöm, ránk fél a nevetés. Ezt a játékos születésnapait. És hadd tegyek hozzá egy kedves történetet. Tegnap kaptam levelet az unokáimtól, egy képeslapot, és ezen a képeslapon két kisebb kenguru előtt ugrál egy nagyobb kenguru, és azt írták, hogy a nagypapa, te vagy a nagy kenguru, és mi ugrálunk utánad. No, Zolikám, hát a Vörösmarty Társaság. Ugye a nehéz helyzetről most nem fogunk beszélni, hiszen a társaság központja a Kossuth utca 14-ben továbbra is megközelíthetetlen. Ugyanakkor az elmúlt héten végre már megvalósult az, hogy a várnak egyszerre három lapszámát is ki tudtátok adni. Én azt hittem, hogy ezt már nagyon vártuk. Igen, hát ez tulajdonképpen az elmúlt évi utolsó és az idei első két szám, amit bemutattunk, hát azért most, mert nem volt rá lehetőség. Bár rögtön el kell mondanom, hogy a különböző intézmények vezetői rendkívül egy megértéssel és nagyon jó szívvel ajánlották fel a segítségüket, tehát már aki. Tehát voltak lehetőségeink más helyszínen különböző rendezvényeket szervezni. Hát nem könnyű ez, természetesen így nem könnyű a közönségünk számára sem, a hallgatóságunk számára sem, és hát nem egy lélekemelő dolog nekünk sem, hogy most már másfél éve nincs otthonunk tulajdonképpen. Hát bízunk benne, hogy ez azért megoldódik, mint ahogy a nagyon fontos pillanatoknak lehettünk az elmúlt időszakban tanulni, hiszen Vörösmarty Társaság különböző programjai hiányoznak. Azért most már találtatok egy otthont a Grundban, hiszen itt volt a költözőkben a folyóirat bemutató is, és számos fontos esemény. Ugye elhunyt Janusz Vojcsik. Janusz Vojcsikot az elmúlt esztendő szeptember 3-án távozott közülünk, és hát ő nagyon-nagyon Székesfehérvár kedvelő barátunk volt, és az elmúlt időszakban pontosan ezért olvastam örömmel és kicsit bánatosan, hogy Lengyelországban jártál. Igen. A Janus temetésére sajnos az ismert okok miatt nem tudtunk Lengyelországba utazni, bár én nagyon szerettem volna, mert ha valakit szívvel és jó lélekkel, fájdalmas lélekkel elbúcsúztattam volna, vagy búcsúztathattam volna, az Janus Vojcsik, akivel, hát most már azt mondhatom, hogy kb. 15 esztendeje, tehát másfél évtizede ismertem, és felejthetetlen közös élményekben volt részünk Lengyelországban is, itthon is, hála Istennek. Én minden esztendőben
részt vehettem a Bzseg opolei írótáborban, ahol a fél Európa lengyelül beszélő vagy lengyel anyanyelvű költőinek a találkozója, és hát felejthetetlen élményekben volt részünk. A mostani az még inkább felejthetetlen lehetett, hiszen a köteted megjelent lengyel, magyar és lengyel nyelven, és azt hiszem, hogy ez egy igazi ünnep volt ott is. Ez is felemás dolog volt, mert hát tulajdonképpen most búcsúztattuk el lengyel íróbarátaink is. Most búcsúztattuk el Janusz Vujčíkot, ami hát egy rendkívül fájdalmas, megható rendezvény volt. Sugárzott mindenkiről a Janusz iránti szeretet és a nagyra becsülés. Természetesen ilyenkor az emberben fölmerült ott is. Többen említették, hogy lesz-e folytatás. Tehát annyira Janusz Vujčíktól függött ez, és az ő munkássága volt ez a csodálatos írótábor, hogy hát jogosan merül föl a kérdés, hogy lesz-e folytatás. Az megfogalmazódott ott nem, hogy olyan, mint eddig, nem. Mert erre csak ő volt képes. Na, szóval kétségtelen egyrészt egy fájdalom, másrészt pedig hát hatalmas megtiszteltetés volt nekem, hogy a kétnyelvű kis imavers könyvemet ott nagyon nagy közönség előtt be tudtunk mutatni, és tudtunk róla beszélni. Hoztál egy könyvet nekünk viszont, Konrád Sutarski barátunk kötete jelent meg. Erről essék szó, mutassuk meg, ha kérhetem, megmutatom a nézőknek is. Mit hozol 21. század? És itt én azt gondolom, hogy a szerzői előszó, amikor azt mondja, hogy mai Európa kezdi elveszíteni eddigi arculatát, és a kereszténység egyre inkább jelentőségét veszti, különösen a Nyugat-Európában, írja ő, megszűnni látszik vezető szerepe, melynek révén eddig erkölcsi értelemben irányította az embereket. Ezek nagyon komoly gondolatok, és ezek a versek is. Beszéljünk egy kicsit Sutarski keresztény katolikus verseiről. Sutarski Konrád magyar-lengyel nemzetiségű, anyanyelvű, kiváló költő és műfordító, akinek a legfontosabb élete, nagy célja és a legfontosabb mondani valója az, hogy egyrészt, hogy hozzájáruljon Európa megmeneküléséhez, másrészt pedig az a meggyőződése, hogy nem szabad hallgatni. Beszélni kell. Tehát a hallgatás, ma én is osztom ezt, hallgatni ma vétek. Ez a kiváló kiadvány, én azt hiszem, hogy mindenkihez szól, aki egy kicsit is aggódik Európa jövőjéért, és a nemzetek jövőjéért, Európa, vagy Lengyelország és Magyarország jövőjéért. Ezt most nem kell ecsetelni, hogy milyen állapotok vannak, és hogy milyen állapot lehet. Tehát Konrád itt lesz a Lengyel Irodalom napján. Igen, és ezzel már lépünk is egyet, hiszen ebben az esztendőben elmaradhatatlan, én azt gondolom, hogy hála Istennek meg lehet tartani a Magyar-Lengyel napot. Azt hiszem, hogy most már helyek köze megvan a program is. Teljesen, és rendkívül büszke vagyok, és rendkívül módon földobott az, hogy ilyen kiváló lengyel és magyar polonisták, tehát lengyel irodalommal foglalkozó irodalomtörténészek, költők, szervezők vesznek részt. Gyorsan elmondanám, hogy itt lesz Csébi Géza, a kiváló költő, műfordító, mindörökké királynak kellett volna maradni a Báthori István halála és temetése. Hát fantasztikus, alig várom már, hogy ezt hallgathassuk. Vagy Kovács István, talán a legjelentősebb polonista és műfordító az országban, találkozásom a lengyel irodalommal. A varsói felkelésben elesett Krisztóf Kamil Baczynszkiről, Ciprián Kamil Norvidról és Edward Stachura Szekerce lármája című könyvéről beszél. Tűnhet ez nyugodtan rábeszélésnek, hihetetlen értékes előadás lesz ez is.
vagy az említett Szutarszky Konrád, vagy Konrád Szutarszky. Hát a visegrádi csoport mentő Magyarországnak és Európának a trianoni béke-diktátumot követően az előadásának a címe, és aztán bemutatjuk ezt a kis könyvet. És hát a közös barátunk, Fehérváron sokan ismerik Andrzej Straszewskit, akit én tudtam rávenni arra, hogy egy rövid előadásban mutassa be azt a három évtizedet, amit ő itt Székesfehérváron, vagy Magyarországon a magyar-lengyel-magyar barátságért végzett. És hát lesz egy nagyon szép, úgy gondolom, hogy meglepetés számba menő műsorszám, mégpedig a Vox Mirabilis, a nemrégiben megjelent Kötődések című lemezéről fog énekelni. Egy rövid kis bemutatót tartanak nekünk. Lolikám, köszönöm szépen. Én azt ígérhetem, hogy természetesen, ahogy eddig is, minden esztendőben ott leszünk, és bízom benne, hogy a koronavírus járvány nem akadályozza meg. Ott leszünk, és hát mi mást kívánhatnék minden Székesfehérvár és minden Székesfehérvár irodalom kedvelő nevében, hogy ünnepelj, és még egyszer boldog születésnapot kívánok. Hallgassa meg a jó Isten, azt kérem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Bagó Bertola rendezésében mutatta be a Vörösmarty Színház a Don Quixote de la Mancha, a Búsképű lovak című darabot. A címszerepben Andrássy Mátét köszönthetjük, hűszolgáját, Sancho Panzát, Sarádi Zsolt alakítja. A Vörösmarty Színházban szombaton lesz a Búsképű lovak, Don Quixote de la Mancha, Szörnyűséges kalandja és Gyönyörű szép halála című darab premierje. A Gyurkó László parafrázis rendezője Bagó Bertalan, elsődleges célja pedig, hogy Don Quixote történetén keresztül példát mutasson elkötelezettségből. Azt gondolom, hogy maga a téma kihívás, az a kihívás benne, hogy ezt kvázi olyan embert, akire azt mondja mindenki, most a Don Quixote-ről beszélek, és a környezete azt gondolja, hogy nem normális, tehát azokat az elveket és azokat a erkölcsi kérdéseket hordozza, akár szeretetet, meg olyanokat, azt tulajdonképpen hogyan fogadja a mostani közönség. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ezeket eljátsszuk és elmondjuk nekik, mert főleg ez egy fiatal generációnak készülő előadás, azt gondolom, hogy a nézőtéren még vannak olyan, vagy reményeim szerint vannak olyan emberek, akik olyanok, mint Don Quixote. Mert nem a fegyver teszi a lovagot, Sancho, nem is a kalipa, hanem a lélek. A igaz úton járunk, igaz szívvel, nincs ellenfél, aki legyőzhet bennünket. Márpedig, uram, az a legfontosabb. A darab kulcsmondata, a kötelesség fontosabb, mint a remény. Ennek tükrében a címszerepet alakító Andrássy Máté számára is komoly üzenettel bírnak a Búsképű lovag megpróbáltatásai. Felelősségvállaló. Én ezt a szót tudnám, ez határoz meg engem is most, és ezért volt egy nagyon jó találkozás ezzel a szereppel, vállalni a súlyát. Nincs olyan, hogy az én Don Quixote-m, azt hiszem. Ez egy gyönyörű, szép, klasszikus szerep, és nagyon hálás vagyok, hogy gyűrkőzhetek vele, vagy hát, hogy birkózhatok vele. Mert tudjátok meg, az élet túl rövid, hogy kimerjünk minden csekét, de elég hosszú ahhoz, hogy feladatunkat teljesítsük. Én, Don Quixote de la Mancha, akit bizonyos okokból búsképű lovagnak neveznek, elhatároztam, hogy magam is útra kelek, és felmutatom a gonosz varázslókat. Sötét lelkű óriásokat, embernyomorító sárkányokat, kik oly sok helyen sanyargatják a jóra való embereket, és megküzdök velük életre, halálra! Sokáig éljen a nemes Don Quixote! Ez az én kötelességem, hogy ezzel birkózzak, és hát ott a remény, hogy ez a harc ez igazából saját magammal folyik, és folyt végig, és folyik ma is, meg amíg játsszuk, meg nem csak ezzel kapcsolatban. És én nekem ez a felelősségvállalás. Felvállalod a felelősséget, és utána neki mész, és nem baj, ha belebuksz, mert a jutalom, amit kapsz, még ha meg is buksz benne, az önmagát fizeti. Egy
így érek körbe, azt hiszem ezzel a szereppel. Várj, uram, várj! Hát nem úgy van az, a harmadik rész bennünket illet. Hát mi tettünk igazságot? Helyes beszél! A busképű lovak szolgáját, hűséges fegyverhordozó Sancho Panzát, Sarádi Zsolt játsza, akit példázattá magasodó magatartása, hűsége okán az örök segítő szerepében köszönhetünk. Sanchónak csak kötelessége van, neki nincsen kie Don Quixote-n kívül. Ő minden őrületen keresztül megy a gazdájával, látja, hogy miben vesz részt, de a gazdája kedvéért megpróbál a játszótársa lenni. Jurko László új formába öltöztetve a klasszikust, a becsületről, a hitről, az emberi erényességről, az igazság szolgálatáról beszél, s a valóság és álom határán ügető lovak hősies kalandjai árán elnyeri végül az örök hírnevet és dicsőséget. Nagyszerű előadásokat láthatott a közönség a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ színház termében. A Pál István Fesztivál keretében két napon át Székesfehérváron randevúztak a legjobb magyarországi amatőr színjátszó társulatok. A Matolcsy Miklós Kulturális Egyesület idén is a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban rendezte meg országos amatőr színjátszó találkozóját, a Pál István Fesztivált, a magyar színjátszás legendás alakja emlékére. Bartyik Gábor a fesztivál főszervezője számára fontos, hogy az amatőr színjátszás egyre inkább teret nyer hazánkban, s a koronavírus járványt követően színvonalában, témaválasztásában is közelít a profi színjátszáshoz. És mitől van rossz kedved, Romeo? Attól, testvér, hogy nem vagyok vidám. Szívügy. Hát szívni szívok. Szerelem? Széttört, és többé meg nem szerelem. Hát, ámol sajnos ránézése szép, de közben gonoszul nyakunk felé. Az idei különleges fesztivál olyan szempontból, hogy ugye egy év kihagyás után találkozunk ismét a csapatokkal. Már aki elkészült itt a járványhelyzet utána az aktuális darabjával. Tehát idén egy kicsit kevesebb csoport, jellemzően fehérvári csoportok lesznek jelen, de hát azért nyilván vannak visszatérő csoportjaink is Budapestről, illetve vidéki csoportunk Nagykanizsáról is. Hol tart ma az amatőr színjátszás? Hát azt gondolom, hogy most újraépítkezés van egy kicsit a járványhelyzet után. Gyakorlatilag mi is kíváncsian várjuk, hogy milyen darabok születtek ebben az időszakban. Nyilván egy kicsit más lesz, egy kicsit talán visszalépés, bizonyos szempontból előrelépés lesz. Én azt gondolom, hogy egy kicsit kevésbé összetett, de ugyanolyan színvonalú jó darabokat fogunk látni, mint az elmúlt években. Mondj, Júlia, gondolsz-e már a házasságra, lányom? Ilyen nagy kegyről nem is álmodom. Jó válasz, azt hinném az illemet az anyatáján szívta ez magába, ha nem tudnám, hogy én neveltem őt. Hát akkor gondolkodj a házasságon el. Sok előkelő nőit Veronában, fiatalabb, mint te, anya lett már. Én azt gondolom, hogy a koronavírus járvány alaposan megviselte általában az előadó művészeket mindenképpen, de fel tudják-e venni a jelenállás szerint azt a ritmust, ami eddig jellemezte ezt a fesztivált? Azt gondolom, hogy azoknak a száma, akik tudtak jelentkezni a versenybe, az azt mutatja, hogy igen, nyilván vannak csapatok, akik azért nehézebb helyzetben voltak az elmúlt időszakban. Értem ez alatt azokat, akiknek mondjuk a próbahelyeik is bezárásra kényszerültek, de nagyon sok olyan darabunk van, ami otthoni körülmények, vagy akár online körülmények között készült, vagy volt próbálva ebben az időszakban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeknek a nyoma nyilván meg fog látszódni a darabokon, de gyakorlatilag a tovább lépésnek az első formája lesz ez a fesztivál. Az idei találkozón is az ország legjobbjai közé tartozó amatőr színjátszók mutathatták meg elkötelezettségüket a színház művészet iránt. Matuz János rendező a zsűri tagjaként bizonyos abban, hogy a színpadra lépő csoportok átlendültek a nehézségeken, és nívós előadásokat láthat a közönség. A bajnok 11. Récsökben! Mit? A bajnok 11-et. Itt egy fotó a bajnok 11-ről. Miféle bajnok 11-ről? Az nem állít. Pál István névválasztás az útjára rakta ezt az egész fesztivált. Az a fajta rendíthetetlen igazságkeresés, az a fajta őszinteségre való vágy, ami az ő életét jellemezte, amíg még közöttünk volt, az lehet egy ilyen típusú fesztiválnak a legnagyobb útjelzője. Az, hogy a Covid miatt 20-ban nem sikerült ezt a fesztivált megrendezni, az szerintem
most tehertétele ennek a következő évnek, mert ahogyan a streamelt színházi előadások sem színházi előadások, az online folytatott amatőr színházi próbák sem igazi próbák, az itt és most a nagy ereje ennek az együttlétnek. Mert nem volt épp egy szárnyugás. De most már van egy pár szár, nem? Aha. Megyek, meg is nyújtok a teáskannal. Örökösen gyufát tarház. Hány szárnyufát van? Nem tudom, talán egy tucat. Csak aztán el ne szord. Ráadásul piros fejű, skatulya se kell hozzá. Ne pozarold! Sok iskolai csoport szétszélett, a tanároknak újra kell rendezniük a soraikat. A fluktuációban, ugye 20-20-ban sok iskolában elment az akkor érettségiző generáció. Az egy éves építőmunka elmaradt, amivel a kicsiket a nagyokhoz a tanárok felhozzák. Úgyhogy én magam is kíváncsi vagyok, hogy hol tart a székesfehérvári alternatív és amatőr középiskolai és felnőtt diák színjátszó fesztivál. Egyébként a Pál István fesztiválnak óriási ereje ez a fajta sokszínűség, hogy általános iskolai csoportoktól kezdve egészen az nyugdíjas műkedvelő csoportokig mindenféle korosztály és stílus képes egyetlen fesztiválban magát képviselni. Idén feltűnően sok a klasszikus színházi előadás, próbálkozás, és örömmel látom végre, hogy vannak saját szövegek is. Gildersten. Rosenkranz. Már rég akartuk látni magukat. Azért üzentünk most hirtelen, mert Hamlet megváltozott. Hogy mi lehet az oka, túl apja halálán, hogy tiszta értelméből így kibillent, álmodni sem tudom. Kérem tehát, hogy maguk, akik vele nőttek fel, vonják be szórakozásaikba, és mulatozás közben figyeljék ki. Somos Ákos, a Telekis Diák Színpad művészeti vezetőjeként fontosnak tartja, hogy az amatőr társulatok igényes és sokszínű előadásokkal jelentkeznek évről évre. Ennek tükrében az ő fiatal tehetségekből álló csapata a Hamlet felújításával jelentkezett. Azt a Hamletet újítottuk fel, amit tavaly évelején, még az első Covid hullám előtt szintén itt bemutattunk ugyanezen a helyen. A gyerekek nagy része kicserélődött, vagy új szerepbe került, úgyhogy majdnem az alapoktól kellett elkezdeni. Ott viszont az a élménye a munkának, amit az velük való foglalkozás jelent, az inspirált elsősorban. És az, hogy ezt az előadást, aminek itt a iskolai körben nagy sikere volt, kicsit megmutassuk egy másik közegben is. Azt elismeri, hogy zavarodott, de hogy mitől, arról egy szót sem szólt. Lelkét kiportolni nem hagyja, hanem bolondra van... Ravasz bolond... Hülye! A fesztiválon idén is előkerült Pál István és kortársai szójátéka, hogy az amatőrök amatőrök, akik megvillantják pengéiket a társadalom előtt, a színház művészet előtt. Megerősítetett, hogy a mozgalomnak az a legnagyobb értéke, hogy stílust vált, hogy reformokat hoz a színház világába, és korlátok nélkül gondolkodik. A 25. születésnapját ünnepelte a Korona Foltvarró Kör, a jubileumi tárlatnak a Szent István Művelődési Ház adott otthont. A Szent István Művelődési Ház adott otthont a Korona Foltvarró Kör 25 éves jubileumi kiállításának. A textilek titkos élete címet viselő tárlaton városunk legrégebbi és legnagyobb létszámú foltvarró csoportjának tagjai ismét varázslatos munkákkal jelentkeztek. 25 évvel ezelőtt Berente Judit volt az, aki Dolányi Annával, a foltvarrás nagyasszonyával, magyarországi nagyasszonyával együtt karöltve létrehozta ezt a Korona Foltvarró Kört. Én már az utolsó, úgy gondolom, hogy utolsó vagy utolsó előtti csoportvezetője vagyok ennek a nagyszerű asszony körnek, mert hogy egyre idősödünk, a fiatalok nem igazán óhajtanak csoportban tevékenykedni. Ez érthető, dolgoznak, gyerekeik vannak, mi már nyugdíjasok vagyunk, mi könnyebben mozgunk, könnyebben találjuk meg azt a formát, ami nekünk megfelelő.
meg annyi motivumrendszert látunk itt. Ez mitől függ? Mindenki egy különböző speciális technikával dolgozik? Vannak olyanok, akik egy-egy technikával dolgoznak, de az az igazság, hogy a közös munkák, amiket itt látunk ebbe az első terembe, ezek tervezést és közös munkát igényelnek. Tehát ezt valaki megtervezi, és akkor részfolyamatokra bontjuk a műveleteket, és akkor úgy dolgozunk össze. A tárlatot Csendes Mihály, az Egyesület tiszteletbeli tagja ajánlotta a látogatók figyelmébe, aki bemutatta azt a csodálatos kompozíciót, amelyet felesége készített, Forog veled a világ címmel. Ez nagyon érdekes volt, ez úgy emlékszem a szekszárdi országos kiállítás során készült el, és ugye Szekszárd híres a borairól. Most tudóelelőleg, ha az ember sok bort iszik, akkor forog vele a világ. Tulajdonképpen a címet is ez ihlette, és erre nagyon emlékszem, mert a rengeteg apró darabból áll, és a színek összeállításánál ugye nagyon kellett arra ügyelni, hogy tényleg átmenetek legyenek, és a többi. A legvégén pedig egy ilyen spirál alakú dologgal kellett varróképpel összetűzni az egészet, és erre nagyon emlékszem, hogy a telkünkön egy ilyen kis füves területre feleségem oda vitte a varrógépet, leült melléje, és anélkül, hogy elő lett volna rajzolva legnagyobb ámulatomra, teljesen szemmértékkel csinálta ezt a spirál összetűzést, látszik is a képen, és körülbelül 1 centi távolságra vannak egymástól, de mondom, én akkor csodálkoztam, hogy lehet ilyet csinálni előrajzolás nélkül, teljesen egyenletesen szépen körbe. Az ősi technika és a varrás szeretetének tovább örökítését szolgáló alkotásokat mindenki különböző alakzatok mentén komponálja össze. A lényeg, hogy az apró részek, részletek egészé váljanak, kiteljesedjenek. Ez a takaró a Siposné Cseh Margit ötlete volt, és ő tervezte, ő tatabányai foltvarró, és a férje készíti hozzá a segédanyagokat, amellyel ezeket a kis pici miniatűr blokkokat el lehet készíteni. 2019-ben hirdette meg, hogy Varj velem egy évig címmel takarót, csak aztán közben jött a vírus, és húzódott az egész, és végül is az idei országos foltvarró kiállításon lett kiállítva 17 darab, ami elkészült az országban, többek között az enyém is. 10.496 darabból áll ez a takaró. A 17 takarónak a mintája az ugyanaz, csak a színvilág az mindenkinek a sajátja, az egyéni. Tehát ennyibe különböznek a takarók. Egyébként ki volt állítva egymás mellett a 17 takaró Pilisvörösváron, ott volt az országos kiállítás. Én sajnos nem láttam a saját takarómat sem, mert pont covidos voltam karanténban. És hát mit mondjak róla, nagyon-nagyon sok munka van benne. Először kihívás volt számomra, hogy vajon elkészítem, meg tudom-e csinálni. Aztán volt idő, amikor olyan rabszolgamunkának éreztem, hogy azt mondtam, nem folytatom, de aztán összeszedtem magam, és befejeztem. Amit még megemlítek, hogy a takaró fedlapja, és a hátlap között van még egy réteg, és ezt a három réteget le kell tűzni, össze kell dolgozni, és van, aki géppel tűzte, én azt is kézzel tűztem, és hát nagyon sokat dolgoztam vele, de megérte, én így szeretem, igen. Az indítatás mindenkinél más, egy azonban azonos, hogy a különböző technikákkal készült alkotások, minták és elnevezések egytűről fakadjanak, hiszen tehetségről, kitartásról és kivételes mesterségbeli tudásról árulkodnak. Az ember kellőképpen takarékos körülmények között nő föl, akkor ez hazúrról jön. Aztán, ha az ember megtanulja a módszert, hogy lehet a régiből valami egészen másféle újat csinálni, akkor már egy kicsit könnyebben megy a dolog. Akkor egyszer csak úgy marad, és onnantól kezdve az egész világot azt szerint látja, hogy miből mit lehetne csinálni. Beszéljünk az alkotásairól. Nagyon szeretem a szedetvedett holmit, azt, ami mindenféle körülmények közül, mindenféle maradékból jön össze, ami,
ami nem egységes, ami sok apró darabból van, amin látszik, hogy az egyik ing volt, a másik szoknya, a harmadik lepedő. Nekem az a kedves, amelyik minden darabról lehet beszélni. A látogatók megtapasztalhatták, a kidobott anyagokból kész született új világ egyszerre művészet, alkotás, érték, kreativitás, szépség, mesevilág és varázslat. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!